Az Újvidéki Kolbász Fesztivált harmadik alkalommal tartják meg. Az esemény a koronavírus járvány miatt az előző két évben elmaradt, de az ideire már 30 kiállító érkezett. Jobban hús termékeket kínáljuk a húsvét következően, a húsvét akará, a katolikus, a pravoszláv, úgyhogy az emberek bírnak vásárolni húsvétra ilyen száraz dolgokat. Még van mellette méz, bor, még különböző áruk. A kishegyesi Sógor-Vágóhíd második alkalommal vesz részt a rendezvényen. Száraz termékeket van, lótermékünk, mangalica termékünk és sertés programunk, hogy így mondjam. Az érdeklődők a hústermékeken kívül különféle kézműves készítményeket is vásárolhatnak, természetesen kürtös kalácsot is. Kürtös kalácsok van, 6-7 ízünk van, cimetes vagy fahéjas, vaníliás, csokoládéas, Nesquik, kakaó, akkor dió, plazma, kókusz, és ezt bírjuk kombinálni. Szombaton kolbásztöltő versenyt rendeznek, amelyen gyerekcsapatok is részt vehetnek. Nem sok csapat, lesz egy pár csapat, de az érdekesség az, hogy lesz 2 gyerekcsapat. Úgyhogy a gyerekek is csinálni fogják a kolbászt. Úgyhogy az egy nem attrakció, de olyan dolog, ami Szerbiában még nem történt meg, hogy kolbásztöltő versenyen gyerekek is legyenek. A háromnapos rendezvényen a látogatók különféle sajtokat, mézeket, valamint kiváló söröket és borokat is vásárolhatnak. A belépés díjtalan.